Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Fürdőkultúra. A helyes fürdőzési szokásokkal ismerkedtek gyerekek Tamásiban. Sok tűz keletkezik a konyhában, a katasztrófavédelem a megelőzésre figyelmeztet. Milliárdos adótartozás, a kisadózókat több mint egy évre kizárhatják a katából, ha nem fizetnek időben. Rovarinvázió, félre sikerült mezőgazdasági kísérletek miatt szaporodtak el a harlekin katicák. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Gomba, bőrbetegség, fertőzés. Többek között ezeket a betegségeket lehet elkerülni, ha néhány egyszerű higiéniai szabályt betart az ember, ha fürdőbe megy. A Nemzeti Népegészségügyi Központ kampánya éppen azt a célt tűzte ki, hogy megváltoztassa a fürdőzői szemléletmódot és minimálisra csökkentse a járványok számát. Legutóbb a Tamási fürdőben tartottak interaktív előadásokat helyi általános iskolásoknak. Többek között így kézfogással terjednek a kórokozók, ezt játszották el a tamási általános iskolások azon az interaktív szakmai napon, ahol megtudhatták, mennyire sikerült lemosniuk magukról a baktériumokat, és melyek a helyes kézmosás lépései. Kézkrémmel ugye megdörzsöltem a kezem, és ez a kézkrém teli volt ugye bacillusokkal, és így megvilágítottuk, és láthattuk a bacillusokat. És utána leteszteltük, hogy milyen jól tudunk kezet mosni, és utána nem annyira jól. A gyerekek arról is előadást hallgathattak, hogy szemgyulladást, szemölcsöt vagy éppen gombát lehet elkapni a fürdőkben. Ha például nem zuhanyoznak le alaposan a fürdés előtt, nem mosnak kezet vagy éppen lábat, mielőtt a medencébe lépnének. A tamási fürdő vezetője azt mondja, éppen ezt a lábmosást kerülik ki a leggyakrabban a fürdőző. Papucsot nem nagyon használják, és ugye akkor a csúszás veszélye esetleg fennállat. Az is fontos, hogy a szaunába, a fa felületekre ugye törölközőt vagy lepedőt helyezzenek és úgy üljenek rá, talán ezt mondanám, illetőleg a lábmosót azt igyekszik mindenki ott kikerülni, ahol csak tudja, mert egy kicsit hűvösebb a víz, vagy jaj, most vizes lesz a lábam. A tudatos fürdőző kampányra azért van szükség a szervezők szerint, mert úgy tapasztalják, sokan nem tartják be a higiéniai szabályokat. Erre elsősorban azért van szükség, mivel a fürdőkbe gyakran a vendégek részéről is jön olyan jelzés, hogy a fürdő vízminőségével nem voltak megelégedve, esetleg túl klóros víz csípte a szemüket, bőrpanaszokat okozott, illetve a mi hatósági vízvizsgálataink alapján tapasztaltunk olyan kórokozókat a fürdővízbe, amik miatt a fürdőzők egészségét veszélyezteti a vízminőség. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya által szervezett tudatos fürdőző kampányának az a célja, hogy megváltoztassa a fürdőzői szemléletmódot és minimálisra csökkentse a járványok számát. Rengeteg tűz keletkezik az emberek otthonaiban. A hatóságok adatai alapján a tűzesetek közel felét teszik ki lakástüzek, pedig ezek megelőzhetőek lennének néhány egyszerű óvintézkedéssel. A leggyakrabban a gáztűzhelyen felejtett olaj és az égő gyertya vezet tragédiához, hangzott el a Szekszárdi Rákellenes Liga legutóbbi rendezvényén, ahol a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei tartottak előadást az érdeklődőknek. Könnyen tragédiához vezethet a gáztűzhelyen felejtett olaj, egy égő gyertya, vagy éppen egy töltőre rakott, túlmelegedett mobiltelefon is, mondta Bán Attila, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság megyei tűzoltósági főfelügyelője, a Szekszárdi Rákellenes Liga által szervezett előadáson. Itt elhangzott, égő olajat semmiképpen se vízzel próbáljuk meg eloltani, hanem a lángoló edényre helyezett fedővel és a gáztűzhely elzárásával lehet megfékezni a lángokat. A szakemberek kihangsúlyozták, a megelőzés érdekében érdemes egy pár ezer forintos tűzjelzőt is felszereltetni. A tűzeseteinknek a 25%-a az a lakástüzek, illetve az otthon jellegű létesítmények vonatkozásában történnek, abból is kiemelkedő százalékban a konyhatüzek. Ez olyan körülbelül 43%-ot tesz ki a statisztikai adataink alapján. A katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai minden tűzesetet kivizsgálnak, hiszen így derül ki, mi okozta a tüzet.
A megelőzés és a lakosság tájékoztatása érdekében mindent megtesznek a hatóságok. Nyomatékosította Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója. Nagyon fontos, hogy a tűzoltóság minden tudomására jutott tüzet vizsgál, legalábbis adatot gyűjt róla, hiszen a tüzeknek a statisztikai adatgyűjtéséből is rengeteg pozitív információt tudunk pontosan a megelőzés érdekében hasznosítani. Tolna megyében 665 alkalommal riasztották a tűzoltókat 2018-ban. A jövő évben 50 millió forintot biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma az újraélesztés iskolai keretek között zajló oktatására. A pénzből a 7. évfolyamos diákoknak lesz lehetőségük arra, hogy elsajátítsák az újraélesztés technikáit az országos mentőszolgálat munkatársainak segítségével. Egy felsős diák már rendelkezik kellő fizikai erővel, bátorsággal, fegyelmezettséggel ahhoz, hogy adott esetben segíteni tudjon egy másik emberen. A program során azt is szeretnék elérni, hogy minden iskolában legyen egy olyan felnőtt, aki ért az újraélesztéshez. A mentőszolgálat évente 8000 esetben találkozik közterületi újraélesztéssel, és a különböző programoknak köszönhetően az elmúlt 2 évben megduplázódott a sikeres újraélesztések száma. Ez azért is fontos, mert percenként 10%-kal csökken annak az esélye, hogy a bajba jutott túlélje a rosszul létet. A 30-59 évesek 28%-a semmilyen megtakarítással nem rendelkezik, a pénzt félretenni tudók 50%-a konkrét cél nélkül tesz félre pénzt, még 32%-uk a nyugdíjra gyűjt, derül ki egy felmérésből. A nyugdíj célú megtakarítással bírók száma 2 éve még 38% volt. Az adatok alapján elmondható, hogy átlagosan 1,4 milliót tesz félre ez a generáció, 26%-uknak kevesebb, mint 500 ezer forintos megtakarításuk van, és mindössze 3%-uknak van 10 millió forint feletti megtakarítása. Meglopta az egyik pékség alkalmazottja a bátaszéki mikrotérségi óvoda és bölcsőde dolgozóit, miközben az árut szállította ki az oktatási intézménybe. A 34 éves decsi férfi azt a bizalmon alapuló rendszert használta ki, hogy az óvoda alkalmazottjai a rendelt tejtermékek és péksütemények árát egy zárt borítékban helyezte el a rekeszekben. Az elkövető tavaly ősszel több alkalommal lopta meg így az óvodai dolgozókat, összesen 86.805 forintot tulajdonított el. Miután a dolgozók észrevették, hogy a pénzük eltűnt, lebuktatták a férfit, és feljelentést tettek a rendőrségen. A pékség tulajdonosa kifizette a keletkezett kárt. 2018. decemberében fényderült arra, hogy ki is a cselekmény elkövetője. Az ügyben a szekszárdi rendőrkapitányság folytatott nyomozást lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi gyanúsítottként hallgattak ki, aki egyébként egy 34 éves decsi személy volt, ő a cselekmény elkövetését elismerte. Közel 1,5 milliárd forinttal tartozik a 363.531 kisadózó a NAV-nak a hatóság szeptember végi adatai szerint. A Tolna megyei katás adózók 143 millió forint adót nem fizettek be. Mózsik Szilvia, a NAV Tolna megyei igazgatóság szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a hatóság egyébként minden decemberben értesítést küld a több mint 100 000 forint adótartozást felhalmozó kisadózóknak. Ha ezt nem fizetik be, kiesnek a kata hatája alól, ami nagyon komoly következményekkel jár. Fontos tudni, hogy csak akkor nem adózhatnak így tovább, ha az átvett határozatra nem fellebbeznek, vagy az jogerőssé, véglegessé válik. Ha valaki katás szeretne maradni, akkor a törlőhatározat véglegessé válásáig a tartozását megfizetheti. Az adóalanyiság megszűnéséről szóló határozat a kézbesítését követő 16. napon válik véglegessé, ez azt jelenti, hogy a kisadózónak 15 napja marad a tartozásának a megfizetésére a határozat átvételét követően. Ekkor azonban nagyon fontos, hogy már nem elegendő a tartozását 100 000 forint alá csökkenteni, hanem a teljes tartozását meg kell fizetnie. Félre sikerült mezőgazdasági kísérletek miatt szaporodtak el néhány éve Magyarországon az úgynevezett harlekin katicák. A szakemberek eredetileg azért hordták be ezt a fajt, hogy megetessék velük a komoly károkat okozó levéltetveket. Az invazív rovar viszont nagyon elszaporodott, és egyelőre hatásos védekezési módszer sincs ellene. Eredetileg a levéltetvek elleni természetes fegyverként hordták be az első harlekin katicákat Európába, a kísérletek viszont nem sikerültek túl jól. Az invazív rovarok ugyanis miután minden levéltetőt megettek, egyszerűen új táplálék után néztek, és elkezdték ellepni a kontinenst. Nem volt nehéz dolguk, errefelé ugyanis nincs természetes ellenségük. Ezért is van nagy probléma, és ezért félünk, hogy most is a bogár már ide bekerült, természetes úton terjedéssel, és
ez a szaporodás megállíthatatlannak tűnik. Nem tudunk vegyszeresen se védekezni, mert mi ellen ugye más hasznos fajok is elpusztulnak. A növényeket se tudjuk olyankor kezelni, amikor már ugye érőfélbe vannak. A harlekin katicák az elmúlt években egyre több ember mindennapjait nehezítik meg, nem csak mert, hogy a hideg elérkeztével ellepik a városokat, hanem mert csípni is tudnak, és ha hozzájuk érünk, akkor mérgező büdös váladékkal reagálnak. Nehéz a védekezés, ugyanis vegyszert és egyéb olyan hatású toxikus anyagot bevinni a lakásba nem kellene, tehát az abszolút nem javasolt, hanem porszívózással lehetne őket összesöpörni, illetve hát összegyűjteni, a porzsákot pedig megsemmisíteni valami módon, vagy széttaposni, vagy elégetni. Az elégetés lenne a legjobb, mert ott utána nem marad semmi. A harlekin katicák ellen tehát egyelőre nincs igazán hatásos védekezési mód. A vegyszerek helyett valószínűleg egy másik rovar jelenthet majd megoldást, azt viszont még keresik a szakemberek, hogy milyen állat enné meg ezeket a katicákat. Különleges lövészversenyt rendeztek a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint fegyveres biztonsági szolgálatok munkatársainak. A versenyzőknek a szolgálati fegyvereiket és gépkarabélyt kellett használniuk. Első alkalommal szerveztek lövészversenyt a Tolna megyében szolgáló fegyveres rendfenntartó szervek munkatársainak. A szervezők igyekeztek olyan pályákat kialakítani, amiken a feladatok a rendőri munka során előforduló éles helyzeteket szimulálják. Megpróbáltuk ezeket a lőgyakorlatokat úgy alakítani, hogy igazodjanak a rendőrségi elvárásokhoz, illetve olyan szituációkhoz, amelyek az utcán is várhatják őket, főleg itt a csapatpálya, ahol hárman dolgoznak együtt. Ez a lövészverseny nem csak abból a szempontból volt különleges, hogy a résztvevőknek konkrét szituációs gyakorlatokat teljesítve kellett a legpontosabban vagy éppen a legrövidebb idő alatt lőniük. A verseny érdekessége volt az is, hogy főként pisztolyokat kellett használni, nem pedig puskákat. A pisztolyal a legnehezebb lőni, az mindig a legnehezebb műfaj, és minden nagyobb kaliberű az adott fegyver, annál nehezebb kezelni, ugye annál komolyabbat rúg a fegyver, annál keményebben kell tartani. Megdolgozza a lövészt nagyon a maroklőfegyver. A versenynek bár Tolna megyei nevezők vettek rajta részt, mégis a Baranya megyei Szászvár lőtere adott otthont. A helyszínválasztás oka pedig az volt, hogy az országnak ezen a részén kizárólag itt van olyan pálya, ahol meg lehet rendezni egy ennyire összetett feladatokat tartalmazó lövészversenyt. A szászvári versenyen végül 4 kategóriában hirdettek győzteseket. A nők között Bogár Dalma lett a legjobb, a férfiak közül Kertész Roland állhatott a dobogó legfelső fokára, míg a lőki képzők között Héregi Tamás nyert. A csapatszámokban pedig a szekszárdi rendőrkapitányság B csapata bizonyult a legjobbnak. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Magabiztos győzelem Kaposváron, ismét Szita Károly a polgármester. A termelői mézet népszerűsítették, 5. mézes mázas nap Szentlőrincen. Kulináris élmények a tök jó napon, az őszi Balatont is népszerűsítették Fonyódon. Hetedik polgármesteri ciklusát kezdte meg Szita Károly, a Fidesz-KDNP jelöltje, aki a szavazatok 56,43%-ával magabiztosan nyert az önkormányzati választáson. Az ellenzéki összefogás a Kaposváriakért Egyesület jelöltje, Horváth Ákos, a Voksok 38,75%-át szerezte meg. A régi újváros vezető a győzelem után arról beszélt, a kaposvári közösség még soha nem volt ennyire erős. Vastaps fogadta Szita Károlyt vasárnap este a Fidesz-KDNP kampányváró helyszínén. A városvezető a helyiek bizalmának köszönhetően 7. polgármesteri ciklusát kezdheti meg. Szita Károly beszédében köszönetet mondott a kaposváriak támogatásáért. Az elmúlt hónapokban Kaposváron sohasem éreztem annyi szeretetet, támogatást, bizalmat, biztatást, jószót, amikor az utcán megállítottak és válveregetést, mind amit most ezen a választásokon. Felemelő érzés volt megtapasztalni, hogy mindahogy a választási szavunk is mondja, hogy mi kaposváriak összetartozunk.
Nem tudom, hogy milyen volt 100 esztendővel ezelőtt a kaposváriak közössége, azt viszont tudom, hogy 60 éve nem volt olyan erős, mint most. Hálásan köszönöm mindenkinek. Szita Károly beszédében kiemelte, tiszteletben tartja azon választópolgárok véleményét is, akik más utat szerettek volna a városnak. A városvezető megköszönte a kampányban résztvevő aktivisták munkáját is, akik nélkül, ahogy fogalmazott, nagyon nehéz lett volna végigcsinálni ezt az időszakot. Úgy fogalmazott, a mostani választás reményt és bíztatást adott arra, hogy nem csak rövid, hanem hosszú távon is van jövője Kaposvárnak a Kárpát-medencében és Európában. Kaposváron az országos átlagnál egyébként alacsonyabb volt a részvételi arány. A választásra jogosultak 44,59%-a járult az urnákhoz. Szita Károly a szavazatok 56,43%-ával magabiztos győzelmet aratott. Az ellenzéki összefogás a Kaposváriakért Egyesület jelöltje, Horváth Ákos a Voksok 38,75%-át szerezte meg. A Fidesz-KDNP képviselő jelöltjei mind a 12 választókörzetben győztek, kompenzációs listáról a Kaposváriakért Egyesület 4, míg a Szőlősgazdák 1 képviselőt juttatnak a városi közgyűlésbe. A termelői méz népszerűsítése a célja annak a programnak, melyet 5. alkalommal rendeztek meg Szentlőrincen. A mézes-mázas napon a kóstolási és vásárlási lehetőség mellett szakmai előadásokon is részt vehettek az ágazatban dolgozók. Ezúttal is átadták a mézverseny győzteseinek járó elismeréseket, és idén is megválasztották Baranya megye mézét. Idén 5. alkalommal rendezték meg Szentlőrincen a mézes-mázas napot. Az esemény célja minden évben, így idén is az, hogy a termelői mézet népszerűsítsék a vásárlók körében. A megnyitó ünnepségen elhangzott, egyre többször jelenik meg Európában a keletről érkező rossz minőségű importméz. Mivel ugye ez az országos egyesületünknek, Pécsi Méz Egyesületnek a rendezvénye, ezért itt első körben ugye termelői mézeket tudnak kóstolni az ide látogatók, és arra az előadásokkal, szakmai előadásokkal pedig a termelőknek kívánunk segíteni a termelés megkönnyítésében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke azt mondta, Magyarország méhészeti oldalon nagy hatalomnak számít. Györfi Balázs hozzátette, az Unióban évente 250 000 tonna mézet állítanak elő. Ennek a 10%-a Magyarországon keletkezik, és a Magyarországon megtermelt méznek pedig a 80%-a az exportra kerül. Ez egy nagyon szép adat, büszkék lehetünk rá, de én azt gondolom, hogy nem lenne senki elkeseredve, hogyha ez a 80% ez csökkenne azért, mert a magyarországi belső fogyasztás érdemben emelkedne. Éppen ezért a már hagyományos mézverseny eredmény hirdetésére is sor került a programon. A fajta díjak mellett ezúttal is odaítélték a megye méze elismerést. Ezt idén Schneider Attila kapta meg, aki hásmézzel nevezett a megmérettetésre. Nagyon jó sikerült, tehát jó volt az időjárás, tehát kedvező volt a páradós idő, amikor mézel a növény. Tehát meleg volt. A méhek is, sajnos az akász nem sikerült, mert elverte elég jó a hideg eső. A méhek rettenetesen jó felerősödtek ez idő alatt, amíg nem dolgoztak. A mézes-mázas nap hátralévő részében a látogatók kóstolhattak, vásárolhattak a kitelepülő árusoktól, hiszen a méz minden formája megmutatkozott a vásártéren. A hétvégi nemzetközi gyaloglóversenyhez kapcsolódóan idén is megtartották a Mestertár kirakodó vásárt Pécs-Vasason. A kezdeményezés 2015-ben indult, akkor adták ki először a Mestertár értéktár elnevezésű, csaknem 100 oldalas ismertetőjüket a civilek. Ez a füzet leltárszerűen mutatja be a helyi természeti és épített örökséget. A Mestertár idén is elfoglalta a Kobeko művelődési ház előtti területet Pécs-Vasason. Lehetett kóstolni és vásárolni, többek között kraft tünde, házi készítésű, különböző ízesítésű sajtjaiból. Lassan, sok hosszú idő után tapasztaltam ki ennek a készítési módját, a saját tapasztalataim és a saját káromon. És akkor így, most már hivatalosan engedéllyel, és így folytatom a tevékenységemet. A kerámia készítő Kovács István is kitelepült portékáival erre a napra. Benne is vagyok a Mestertárba, és amerre megyek, a füzetemet mindenhova viszem magammal.
és hirdetem, hogy Vasason van egy ilyen szép kezdeményezés. A Pécset több éve sikeresen működő Vasasért Egyesület szervezi, három peremkerületi település, Vasas, Hird és Somogy kulturális és sportéletét, és látja el a közművelődési feladatokat. Vannak olyan köztük például, aki elköltözött, illetve most folyik ennek a Mestertár Értéktár kiadványunknak a gyűjtés lezárása, ez hamarosan minden Vasas-Somogy-Hirdi lakos megkapja, úgy, mint ahogy azt a korábbi kiadványt, és szívesen várunk bárki helyben élő, bármilyen foglalkozással élő mesterembert, aki jöhet, portékáit árulhatja, mi a keretet adjuk, és mi népszerűsítjük őket. A munka egy kérdőív összeállításával kezdődött annak idején, melyben a települések meglévő épített természeti emberi értékeivel és egyéb jellegzetességeivel kapcsolatos kérdések szerepeltek. A kérdőívezés során sok adat gyűlt össze. Így született meg a Mestertár Értéktár kiadvány, melyben a három település természeti, építészeti értékei, hagyományos ünnepei, mesterei, sportolói, közéleti személyiségei kaptak helyet. Leves, sütemény és hamburger is készült tökből a 6. Tök jó napon Fonyódon. A programon a különböző ínyenségek mellett hagyományos ételeket készítettek, amelyeket bárki megkóstolhatott. A cél a zöldség népszerűsítése mellett az volt, hogy megmutassák, ősszel is színes rendezvényekkel tudják vonzóbbá tenni a balatonparti települést. Tépet kacsacombbal készültünk, melyet egy tök magos cipóban tálalunk, adunk hozzá friss salátákat, rukkolát, madársalátát, és egy tökös párolt káposztával szorítjuk le ezt az egészet. Ez a balatonfenyvesi vendéglő tulajdonos évről évre visszatér a Tök jó napra Fonyódra, hogy valamilyen újdonsággal lepje meg az íjenceket. A tépet kacsacomb tök magos cipóban csak az egyik volt a repertoárból, amellyel készültek. Az édes szájúak a túrós tökös lepényt is megkóstolhatták. A helyiek is számos finomsággal várták az érdeklődőket. A hagyományok a szívem minden évvel sütött a krémlevessel készülünk, körülbelül 200 literrel készültünk. Délután pedig süteményeket fogunk osztani. Lesz tökös mákospitánk, tökös kevert piskotánk, és lesz egy sütőtökös pogácsánk. A fesztiválra az egész megyéből érkeztek érdeklődők, akiket nem csak az ételek vonzottak, hanem a kikapcsolódás is. Nagyon jó, mert végül is most sok év után, kedves ismerősökkel, most találkoztunk újból, és ennek is nagyon örültem, hogy igen, ez egy nagy meglepetés volt most, hogy tudtunk találkozni. A 6. Tök jó nap Fonyódon egyik célja, hogy októberben is kínáljanak programot az érdeklődőknek. Próbálkoztunk halas programokkal, de a tök jobban bejött, és ez az október eleje időszak, ilyenkorra már mindenki kipihenni magát, gyerekek elmennek iskolába, minden család visszatér a régi kerékvágásba a nyári szezon után, és ez az október eleje tűnt a legjobbnak, amikor a Tökös Fesztivált elkezdtük. A Tök jó napra több százal látogattak el Fonyódra. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Fürdőkultúra. A helyes fürdőzési szokásokkal ismerkedtek gyerekek Tamásiban. Sok tűz keletkezik a konyhában, a katasztrófavédelem a megelőzésre figyelmeztet. Milliárdos adótartozás. A kisadózókat több mint egy évre kizárhatják a katából, ha nem fizetnek időben. Rovarinvázió. Félre sikerült mezőgazdasági kísérletek miatt szaporodtak el a harlekin katicák. Szerdán egy hidegfront érkezésére számíthatunk, hatására több fokot csökken a hőmérséklet. A felhős időszakok mellett átmeneti napsütés is várható, de elvétve egy-egy jelentéktelen zápor is előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!